Mint látjátok és tapasztaljátok, gondolom, rengeteg hülyeséget lehet olvasni az interneten. A Facebook segítségével az összes internetes portál közelünkbe kerül, legyen ez akár valamilyen médium, vagy csak valakinek a saját blogja. Nagyon érdekes történeteket lehet olvasni. A legújabb, ami engem kiakasztott, az a D-vitaminnal kapcsolatos. Tehát több ilyen érdekes orgánum, mint például az Origo, HVG, akik abszolút hitelesek és tudományszinten a tutit megmondják mindig. Emellett ilyenek, hogy házi patika, weborvos, vagy egy ilyen érdekes innevezetű oldal, majd azt is mesélek róla, hogy mi újság. Leírta azt, hogy úristen, amióta a koronavírus járvány beindult, az emberek többet foglalkoznak az egészségükkel, több vitamint szednek, és ráadásul D-vitamin, és egyre többen jutnak odáig, hogy orvos lássa őket, mivel túladagolták a D-vitamint, és iszonyatos mellékhatások vannak, és csoda, hogy életben maradtak. Tehát azt mondják, hogy általában, mondok egy néhány címet, hogy D-vitamint szedett, 8 napra kórházba került egy férfi. Még egy cím ugyanettől a zseniális házi patikától. D-vitamin, többeknél már a túladagolásból is baj van. Vagy például a HVG írja. Orvosok mondják, akkor átmegy a D-vitamin híre, hogy többeknél már a túladagolásból van baj. Tehát ilyen baromságok, vagy például az Origo. Egyre többen kerülnek kórházba D-vitamin miatt. Tehát számos ilyen ökörséget leírnak, mintha az emberek mondjuk így tömegesével, legalább úgy, mint valami járvány esetén, kénytelenek lennének orvosi beavatkozás alá vetni magukat, vagy legalább kórházi kezelésnek, mert úgy túladagolták a vitamint és a D-vitamint, és olyan mellékhatásaik vannak. De elmondom nektek, ez egy oltári nagy baromság. Összesen egy publikáció jelent meg egy orvosi szaklapban, az eset pedig Angliában történt, amikor egyetlen egy személy túladagolta a D-vitamint. Tehát ő nem aprózta el. 150 ezer nemzetközi egységet tolt naponta. Értitek? Tehát nem 5 ezeret, 10 ezeret, 15 ezeret, 150 ezer nemzetközi egységet. És akkor jönnek már a hírek, hogy a 400-szorosát adagolta egy ember a napi szükséges D-vitamin mennyiségnek. Ez is szintén egy ökörség, mivel ez még a 400 nemzetközi egység napi adagolást vette alapul, aminek már régen lejárt a szavatossága. Ugye a legújabb tudományos állásfoglalások szerint 1200 nemzetközi egység a napi adagja, kismamáknál és a szoptatós anyukáknál pedig 2000, ami szerintem még mindig kevés, de ez már azt jelenti, hogy nem a 400-szorosa. Mindegy, szóval a fickó ökör volt, mert olyan dúzisban tolt a napi szinten a D-vitamint, ami nem normális, és ezt 4 hónapon keresztül. Úgyhogy egy hónap után már mellékhatásai voltak. Tehát azért a fickó se volt százas, mert egy dietetikus, vagy nem is tudom ki, egy táplálkozástudományi, vagy táplálkozási szakértő, nem tudom, hogy hívják ezeket, ajánlotta neki. Megnéztem a fickónak az eredeti cikkben használt kiegészítőket, nem használt hülyeségeket. Tehát a fickó, aki ezt összeírta neki, viszonylag értelmes dolgokat alkott össze, majd elmondott néhányat belőle. Alapvető probléma az volt, hogy itt szerintem félreértették egymást. Ez a 150 ezer nemzetközi egység, ez, ha megnézzük, ez egy olyan egy havi adag. Ő pedig naponta szedte ezt. Tehát itt valami egymás mellett történő elbeszélés lehetett itt a táplálkozási vagy vitamin szakértővel. Mondom, a többi tápkieg jó volt. Na de nézzük meg, hogy miket mondanak még itt ezek a nagyon csodálatos puskázók, mert ezt nem bírom fejből megtanulni, csodálatos médiumok. Például a házi patika kétszer is leütötte ezt a labdát, 8-án és 12-én is hírt csinált belőle, hogy úristen, D-vitamin, meghalunk, D-vitamin, túladagoljuk, nem szabad. Érted? Nem értem, mi a cél ezzel, hogy jön a következő hullám, aztán minél többen hulljanak el, mert tudjuk, hogy a D-vitaminnek rengeteg hasznos hatása van, sőt tulajdonképpen a belőle képződő aktív vegyület inkább hormon szinten működik már, úgy beleszól az anyagcsere folyamatokban. Tehát tudjuk, hogy a D-vitamin az nem csak a kálcium anyagcserét szabályozza, hanem számos más funkciót. Tehát ugyanígy a különböző daganatos megbetegedések ellen is védeni képes a szervezetet, illetve az immunrendszer működéshez alapvetően szükséges.
tulajdonképpen ilyeneket írnak, és jó, itt ezek mondjuk a házi patika az azt írta, hogy tényleg 150 ezer nemzetközi egységet tolt a figura, majd a HVG leadta az okosat, nem tudom, hogy honnan vette, nálam 50 ezernél jött le a dolog. Majd megnézzük az eredeti cikkben 150 ezer nemzetközi egység van naponta. A HVG már a tudományos szuperszak emberek ott már ezt letolták 50 ezerre, holott az őszi téli időszakban is csak 2000 szükséges. Hát nem, ezt én elmondtam egy korábbi D-vitaminos videóban, hogy amikor én olyan 6000 nemzetközi egységet szedtem, akkor már viszonylag jó volt a D-vitamin szintem a szervezetben, de még mindig lehetett volna az optimális irányba tolni, tehát nem a felső értéket ütöttem meg ennyivel. Igaz, én 110 kilós vagyok, tehát ehhez képest kell mindenkinek. Tény, a 150 ezer nemzetközi egység baromság. Na mit mond az Origo? A 150 ezeret mond, persze mindenféle hülyeséget leír még, hogy miket szedtek, majd a weborvos, az hivatkozik egy ilyen, tulajdonképpen az eredeti tanulmányra, de nem ír le belőle semmit, majd azt írja, figyeljetek, a napi ajánlott D-vitamin bevitel megszerezhető táplálékból és napsugázásnak való kitettség révén. Igen, hogyha elmegyünk nyáron, fürdőruhába strandolunk, akkor valószínűleg ez így megoldott. Táplálékból, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor már 80 nemzetközi egységet azt el is tudunk fogyasztani. Ennél többet lehetetlenség. Erdei gombákból. Hát, édesfiam, elted a gombapörköltöt reggeltől estig, de abból te nem fogsz 1200 nemzetközi egység D-vitamint se bevinni. Nézzük, mit mondanak még. Ja, van ez az in.hu, nem akarom reklámozni, de el kell mondjam. Ez az in az azt jelenti, hogy innovatív, inspiráló és intelligens. Na ők írták azt, hogy a D-vitamin közel 400-szorosát szedte ez a fickó, aki majdnem belehalt. Nem halt bele, elmentek a kórházba, abba hagyta a D-vitamin szedését, és igyekeztek a kálcium, a hiperkálciumiát, ugye a kálcium felszívódás fokozata volt ennél a figuránál, ezt csökkenteni, engedték a kálcium bevitelt, mint ami benne volt a kiegészítőiben, úgyhogy 8 nap után kiengedték, Istenvel édes piroskám, nem fogsz meghalni. És utána van még egy ilyen science alert, vagy nem tudom milyen cikk, hát arra hivatkozik ez az én, de az is olyan baromságokat ír, hogy hanyat lehet esni tőle. Tehát, igen, azt írja, a D-vitamin túladagolások száma egyre inkább növekszik világszerte. Hát könyörgöm, ezt az esetet írták le. Hol növekszik? Az mit jelent, hogy emberek ezresével kerülnek be kórházba? Hát nem. És azt se értem, hogy mi az értelme ennek, hogy ezek a médiumok folyamatosan tolják azt, hogy reszkessél a D-vitamintól. Már nem tudjuk, mitől kell jobban félni a koronavírus legújabb variánsaitól, amik nyáron is hú, de nagyon terjednek, és tényleg az ember hüszköl kettőt, meg köhint kettőt, hogyha kicsit meg van zakkanva, vagy a D-vitamin ilyen halálos. Tehát tudjátok, a D-vitamin alapvető fontosságú az immunrendszer működése szempontjából. Nem volt hülyeség ez, amit a fickó összeért, csak gondolom nem beszélték meg rendesen. 150 ezer nemzetközi egység, édesfiam, az egy hónapra elég. Úgyhogy ez lett az eredeti cikkben, mint látjátok, vagy majd berakom, itt tényleg 150 ezer nemzetközi egység D-vitaminról van szó. Evett a figura még K2-t, 100 mikrogrammot, le is írták, hogy a napi szükséglet 100-300 között lehet, C-vitamint azt nem is tudták, hogy mennyit szedett. Ugyanígy talán a forsavat egy kicsit túltolta, de nagy hibák nincsenek. Az omega-3-ból kétszer 2000 mg-ot szedett. Hajjaj, le kéne, hogy írják, hogy kb. Mennyi EPA meg DHA volt benne, hogy tudjuk valójában mennyi a hatékony, de 4000 mg nem fog agyonverni minket. Szedett még különböző antioxidánsokat, illetve antioxidáns rendszereket segítő molekulákat, mint az acetilcisztein, mint tudjátok, az a glutatión peroxidáz rendszert támogatja, és a glutatión termelés fokozza, tehát az embernek a saját antioxidáns enzim működését fokozza. Tehát nem kívülről viszünk be egy antioxidást, hanem a szervezet működését segítjük vele, de van benne azt a xantin is, és mind a kettőt egyébként használják tulajdonképpen az oltáskárosodás, hogy úgy mondjam, nem megoldására, hanem a tüneteinek az enyhítésére, hát a grafénkárosodást tudja gátolni valamilyen módon, tehát lényeg, hogy a saját antioxidáns rendszerünk az nagyon fontos abban a szempontból, hogy ezeket a folyamatokat segítsük. Szerette a figura még magnéziumot is szerves formában, leírják, hogy 1000 mg meg 1480, hát ha azt leírjuk,
magnéziumra, elemi magnéziumra számolva, akkor ez a 5-600-700 mg, mert nem szaladunk a falnak, krómpikolinátot 15 mg-ot szert, holott 11 az ajánlott. Tehát ez az egész vitaminszedési séma, amit a tanácsadója ajánlott, ez nem hülyeség. A probléma egyedül benne, hogy elbeszéltek egymás mellett. Tehát továbbra is bátorítanak benneteket, nyugodtan szedjetek D-vitamint. Ilyenkor nyáron is, mert nem hiszem, hogy van valakinek 3 hónap szabadsága, ahol csücsülhet a napon reggeltől estig, és feltöltheti a szervezetét olyan mértékben D-vitaminnal, hogy ennek a elkövetkezendő koronavírus őrületnek, ami szeptember közepétől valószínűleg be fog ütni megint, mert látjátok, már nyáron ijeszgetnek vele, hogy nem bírnak kicsit lakatot tenni a szájukra, kicsit elkussolnának már, bocsánat a kifejezésért. Jobb félelmi megérni. Nyáron is úgy tűnik, hogy beindul egy járványhullám. Muzik. Mit mondott? Csak azt mondtam, hogy muzik! Hagynának minket békén legalább nyáron. Tehát továbbra is a D-vitamin nem méreg, a D-vitaminban nem lehet belehalni. Lássátok meg ezt, hogy 150 ezer nemzetközi egységet szedett 4 hónapon keresztül. Hát a beszorozó 150 ezer, az 1,5 millió 10 naponta, igaz? Az 4,5 millió nemzetközi egység havonta, na ez 4 hónapig azt mondja, 9-18 millió. Tehát nem aprósztál a figura, és életben van. Tehát valóban ne adagoljátok túl, de azért amennyi kell, annyi kell. Köszönöm szépen a figyelmet, és ne higgyetek minden hülye internetes médiumnak, ahol mindenki nagyon szakértő, és nagyon értenek a közgazdasághoz, külpolitikához, belpolitikához, tudományhoz, egészséghez, és mindenhez is. Köszönöm szépen a figyelmet!